Tovább gazdagodott az Aomori Parkban található érzékelések kertje. A korábban kihelyezett, gyermekek által készített madáretetők mellé most madárodukat helyeztek ki a második Rákóczi Ferenc általános iskola tanulói a Kecskeméti Szent László Lions Group segítségével. Az új elemeknek köszönhetően a madarak meg is telepedhetnek a kertben. Ez volt az iskola célkitűzése is, mivel kifejezetten fontosnak tartják a környezet és a madarak védelmét. A madáretető kihelyezés utáni legújabb akcióban a gyerekek madárodukat készítettek, mivel már odaszokott sok-sok madár, akik itt jó ízűen eleszegetnek, és szeretnénk, ha itt is laknának és itt költenének, mondta el Molnárné Földes Ágnes tagintézményvezető helyettes. A meghirdetett odukészítő versennyel egy ideig sok szülő és tanuló megsajnálta a madarakat, és újabb madáretetőket ajánlottak fel a korábban megrongáltak pótlására. Így összesen 13 darab alkotás került ki tegnap délután az érzékelések kertjébe, az alkotó gyerekeket pedig díjazta az iskola. A továbbiakban, ahogy eddig is, az intézmény tanulói töltik fel az etetőket és tartják karban az érzékelések kertjét és annak környékét. A Kecskeméti Szent László Lions Club által kialakított és a város által is támogatott kertbe, a talapzatokra pedig hamarosan egy-egy olyan alkotás fog kerülni, amin zenélni lehet.